Sose álltam meg videózás közben. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma megpróbálom átrendezni a könyves polcomat és ezt föl is venni. Most pont nem látjátok a könyves polcot, mindegy, nem tudtam úgy felrakni a kamerát, hogy ez is benne legyen. Úgyis mindjárt látni fogjátok. Na most, én tudom, hogy ezt általában ilyen time-lapse-es formában szokták megcsinálni, de jelen pillanatban az én kamerám ezt nem bírnám, mert körülbelül 10 percet tud felvenni egy húzamban, és két 10 perces felvétel után túlmelegszik, úgyhogy nem nagyon tudnám ezt kivitelezni, főleg, hogy ez sokáig fog tartani. Úgy érzem, nagyon, nagyon sokáig. Mert fogalmam sincs, hogy fogom megoldani, hogy elférjek a polcon, és át is rendezzem, és jó is legyen, meg minden. Úgyhogy ezt most inkább ilyen kicsit vlogosabb formában fogom megcsinálni. Megpróbálom. Lesznek benne ilyen timelapse-esebb részek, ilyen magyarázósabb, nem tudom. Majd valami lesz a végére, és akkor átlerendezem legalább a polcomat is, és lesz egy videóm is. És most nagyon fura, hogy itt tudok sétafikálni. De jó már! Ha ott lenne a könyves polc, akkor még csinálhatnám így a videókat is, de nem ott van, úgyhogy mindegy. Szóval abszolút nincs koncepció ötletem, hogy hogyan kéne. Valószínűleg nem fogom tudni úgy átrendezni, hogy elférjenek a könyveim. Mindjárt mutatok képet az izéről is, hogy is hívják, mi az könyves polcról. Úgyhogy izgi lesz, meglátjuk. És egyébként jelen pillanatban, mivel körülbelül délután 3 és 4 óra körül szokott világos lenni a szobámban, mert akkor ér úgy a nap, hogy besüt, most sötét van, de hát most így lesz, mindegy, nem baj is. A két izzósort bekapcsoltam, hogy látszódjon, úgyhogy, ja. Na, jelen pillanatban, szóval, így néz most ki a polc, lehet szembe jobban járok. Szóval igazából felül egész jó, csak aztán, hogyha leérünk az aljára, hát igen, itt jelen pillanatban káosz uralkodik. Ja, így látszódik az egész. Oké, no. Szóval, így fordulok. Kezdjük! Lecsupasztottam a polcot. Itt a termés, ott vannak az utcaim. Igen. És ilyen. Tiszta. Amúgy pro tip, ne vegyetek fehér polcot, mert rettenetesen gyorsan porosodik, és minden kis porszem meglátszódik rajta. Na most jön az a rész, hogy ki kéne találnom, hogy mi szerint rendezzem vissza. Na most, általában egyébként úgy rendezem a könyveket, hogy sorozat, szerző sorozat kb. Azt szerint szoktam, azon belül meg ugye, vagy hát igen,
És akkor egyébként ilyen vegyes, tehát ez a mindennek van alkategorizálási folyamát. Szerző, sorozat, összetartozó könyvek, méret, kiadó, szín szerint nem szoktam, mert akkor általában ilyen nagyon hullámos lesz, és azt nem szeretem. És most az lesz a problémám, hogy mivel állítva nem fognak elférni egymás mellett a könyvek, valahol fektetnem is kell. Amit egyébként én nem szeretek, de hát most mindegy. First problems. És ami miatt kicsit praktikátlan ez a polc egyébként, de miért ilyen rossz most a fókusz rajta? Hát ezt nem értem. Lett állítva? Nem lett elállítva. Na jó, valami nem oké a kamerával. Úgy, köszönöm. Na szóval itt lehetne állítani a polcokat, de igazából fix polc számom van, és nem lehet velük annyira trükközni, mert általában magasabb a polc, mint amilyen magasak a könyvek. Egymásra strócolva, meg azért nem jó, mert nagyon más milyen méretűek, na mindegy. És közben rájöttem, hogy ha én át akarom állítani a polcok méretét, akkor az izzósorral is kell valamit kezdeni. Hát ez bonyolultabb lesz, mint gondoltam. Na jó, remélem most fókuszban van, mert az előbb... Jó, mindegy. Az most az lesz, azt mondom rá. Na, az egyetlen polc, ami tuti biztos, hogy tudom, mi kerül rá, az ez. Mert ez itt a Rick Riordan polcom. És azon nem nagyon fogok változtatni. Csak ott van az a... Na. Csak ez a két patár nagy dög fog szerintem elfeküdni, és akkor több könyvet tudok feltenni. Szóval igen, ez itt mind a Rick Riordan könyvem, plusz itt van még mögöttem egyébként a 39 kulcs, de az nem számít a Percy Jacksonos könyvekhez, úgyhogy most valahogy ide betesszük. Most így fog kinézni szerintem a Rick Riordan polc, mert így legalább az összes Rick Riordan és ilyen mitológiás könyv itt van egyben. Azt egy kicsit sajnálom, hogy ugye ez a kettő kiegészítő könyv, meg ez, az itt egybe tartozik, de hát így fér be. Itt most pont van ennyi hely, és van egy olyan érzésem, hogy az ötödik Trails of Apollo rész oda pont nem fog beférni, mert az túl kevés hely annak. Úgyhogy szeptemberben megint lehet gondolkodni, hogy hogy legyen, na de mindegy, addig ez így nagyon jó lesz nekem. Meg itt ugye van a kettő közé ékelés, mert ugye ez a kettő folytatja egymást, de végül is valahol arra fele játszódik, ez is a King Chronicles, úgyhogy kronológiailag nézve így egész jó. Azt hiszem, ezzel most ki fogok békülni. Egész tetszik. Meg legalább ott kb. Egyforma magasak is így a könyvek. Na, most jön a nehezebbik része. Mert ezekkel már nem tudom, mit fogok kezdeni. Találtam még egy Rick Riordan könyvet. Jó, Matilda, ügyes vagy, szóval... egy pillanat. Ezt innen kivesszük. Ó, igen, ez ide... Jó, oké. Na jó, most teljesen elfeledkeztem arról az egyről, mert az ugye nem fért már föl annó se, úgyhogy... Na, az került ide, azok így egyben vannak, azok is egyben vannak. Ő egy kicsit kilóg itt a sorból, mert ugye nem a Percy Jacksonnál van, de lényegtelen. Tadá! Valami koncepciót szerint próbáltam őket összerendezni, jaj, a kis kukám. Szóval,
hogy látszódik ez. Oké. Szóval a Puffinas könyveim, ne a kezemre fókuszálj, miért? Tehát most oda fókuszálsz, ahol nem kéne. Azok maradnak egyben, az ugye biztos, az olyan. Meg azok viszonylag picik is, úgyhogy szerintem azok ugyanúgy maradnak körülbelül ott a felső polcon. Mert nem akarom őket stócolni, mert nagyon sérülékenyek, és amikor húzogálnám ki egymás alól őket, az nem szabad. Akkor itt van az így neveld a sárkányodat részleg, és hát ezzel együtt Cressida kával, mert ezt most vettem. És szerencsére ugyanaz a kiadás, mint az így neveld a sárkányodat könyveim. Ő nem tudom amúgy hol tartozik, ő is kicsi. Na, Tolkien és Európa, John Green, az a sajátom, ezek ilyen kicsik. Susan Collins könyvek, hát ezek ilyen vegyes salát, azok ott nagyok, igen. Könyvmaj képzős, azok is nagyok. Akkor ezek itt egyébként, az a jó, hogy ez itt végig, fókuszálj meg, ez itt végig egy méret. Szóval ez azért jó, mert ha ezeket egymás mellé pakolom, akkor egységes lesz. Jó, hát ott vannak kivételek. És igen, Vaja, Galaktika kiadó, meg az... Mi az? A Dream válogatásos könyvek, úgyhogy azok meg olyan nagyobbak. Hát valami ebből lesz. A felső polc... meg az kisebb, ez nagy, meg a legalsó is nagyon nagy, úgyhogy a legalsóra valószínűleg olyanokat kéne tennem, amiket kevésbé szoktam elővenni, és tudom stócolni, mert egy méretben vannak. Szóval mindjárt megpróbálok valamit. Oké, eddig lényegében ugyanúgy néz ki a polcom, mint eddig, na mindegy. Hát ez most nagyon patentra sikerült, mert konkrétan alig lehet kihúzni majd könyvet, na mindegy. Igazából az így neved a sárkányodat könyveket stócolhatnám, ne az ujjamra fókuszálj, de azokat használom az egyik legtöbbet, azt mindig előveszem valamelyik részt, úgyhogy nem lenne túl szerencsés ilyen szempontból. És akkor így tudtam tenni a Hajdan varázslói sorozat első részét. Itt van szépen a Puffinos könyveim, és pont ki lett mérve, pont befértek ide a Spiderwick krónikás könyvek, és ezek kicsik is, és majdnem az egész polcot kitöltik. Nagyon profi. De igen, eddig konkrétan ugyanúgy néz ki, mint eddig. Egyébként simán előfordulhat, hogy átrendezem most a polcom, beleteszek egy csomó időt és energiát, és a végén visszarendezem ugyanolyanra, mint volt. Jó, de eddig tetszik. Eddig jó. Elfogadom. Na, akkor ezzel most azt hiszem, ez a polc is meg lett. Mert most a vajákot, de fókuszálj oda. A vajákot onnan ide hoztam, és akkor stócoltam így egymásra rakva, így talán kicsit kevesebb helyet foglal. Ott jó piros szekció van. És akkor most így néz ki. Nem tudom. Az a baj ezzel a hülye Carrionnal, hogy nagyon sárga. És a többi könyvhez képest a polcon kirijott a színével. Viszont ha meg méret szerint akarnám rendezni, akkor lehet jobban járni, hogyha a sárgát... Na, mondom, a sárgát... Igen, szóval a Carrion-t oda tenném... Mi az? Wavertsent oda tenném a Simon mellé. És akkor a többi mehetne feketén, ott meg fehérben. De akkor nem tudom hova tenni a Carrion-t, mert akkor megtörik a sor. Tudom, hatalmas probléma. Ja, úgyhogy ezen meg lehet majd valahol változtatok, csak ezek patár nagy könyvek, és így is alig van hely a tetejük fölött. Szóval szerintem... Igen, ide még kevesebb hely van hozzá. Akkor most ezt a polcot próbáltam valahogy összehozni. Igazából mire megcsináltam, jöttem rá, hogy a galaktikás könyvek és a könyvmajképzősök tök egyforma méretűek, de most már mindegy. Anyáik meg zajonganak kint. Szóval ez most így néz ki, nem vagyok vele teljesen elégedett, de legalább talán sikerül valamit most már összehoznom ebből. Ja. Nem a legjobb, de elfogadható.
Okay. Na, most már ez a polc is kész van, és egészen jó lett. Főleg, hogy az összes könyv egyforma méretű. Ami kész csoda, mert legalább 5 kiadó van ezen a polcon. Jó, mondjuk itt ugye sikerült azért a kartafiluszos könyveket egy helyre tenni. De ja, eddig ilyen. Azért ezen a két polcon komolyabb változás ment végül, mert ez a három az általában itt fix, és itt szoktam legjobban variálni. És tetszik? Tetszik, igen. Na, utolsó polc. Már nincs is olyan sok könyv egyébként. Hát meglátjuk. Meglátjuk, mi lesz. Utolsó polc is kész, na igen. Szóval itt még van fölötte egy csomó hely, csak ugye ezek nem egyformák, tehát nem tudok a tetejére se pakolni. Mindegy, ezek itt egyforma méretűek voltak, úgyhogy ezeket stócoltam. Ezt amúgy se veszem elő sokszor, mert az első részt szerettem, a többi nem volt jó. A végzet ereké meg csak megvan, de ezt sem nagyon szoktam piszkálni, úgyhogy ez itt teljesen jó lesz. És akkor itt van minden. Egy év. Nagyjából méret szerint, mert ez a Jane Austen itt bekavar, de mindegy. Az olyan kisebb kiadás. Ha be lehet, mindjárt átteszem a végére. Megáll a kamera, az méretben hova megy? Mert... Így sokkal jobban. De jó ferdénál a kamera. Na mindegy. Igen, így jobb. Ja. Szóval ez az új polcom. Átrendezett polcom. És mindjárt még fel kell tenni rá a kis műtyűröket. Kiúszhattam volna mondjuk a hifimet. Na, hát most így fog kinézni egy ideig. Ha még nem veszek új könyvet, ha bár ugye oda lentre egy befér. Ez volt akkor ez a kis polcátrendezéses vlogos téma valami, úgyhogy most nem tudom mutatni a polcot, mert nem tudom úgy beállítani, miért. A nagy állvány most épp nincs itt a szobában, és ezért nem akarom behozni és beállítgatni. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a kis polcátrendezős videó, oda bezűn mögött a telefonom, csodálatos. Igen, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.